Ez az új csarnok már annak a beruházásnak a része, amelyet a cég 2023-ig ütemezett. Az infrastruktúrális és ingatlan beruházással egy negyedik gyártócsarnokot alakít ki a KFT nyíregyházi telephelyén. A bővítéssel növeli gyártókapacitását. 10,8 millió eurót fordítunk a fejlesztéseinkre. Ezt az összeget leginkább itt, a nyíregyházi telephelyünkön épületekre használjuk fel, újjal bővítjük jelenlegi csarnokainkat. A beruházásunkat 844 millió forinttal a magyar állam támogatja. A 3,3 milliárd forintos projekthez ez a támogatás jelentős hozzájárulás, aminek nagyon örülünk. A német cég gumitermékeket gyárt, buszos és sínes átjáró rendszereket állít elő. A közeljövőben kezdődhet az úgynevezett két komponensű koextrudált gumiprofilok gyártása is. A korábbi technológiai fejlesztések során bővült a CNC alumínium megmunkálás és heggesztett alumínium ablakkereteket is gyártanak. A nyíregyházi beruházás technológiai gépi fejlesztést is tartalmaz, mintegy 1,8 milliárd forint értékben. A technológiai fejlesztésekhez kapcsolódva korszerű informatikai hátteret biztosító hardverekre és szoftverekre is költenek. A járműipari gyártóüzem a fejlesztéssel új munkahelyeket is biztosít. A projektben úgy tervezik, hogy több mint 125 embert vesznek fel, ebből már 70-en dolgoznak is. Jelenleg 650 főt alkalmaz az idén 20 éve nyíregyházi letelepedett cég. A technológiai színvonalának köszönhetően a Hübner nyíregyházi üzeme a cégcsoporton belül gyártásközponttá vált. A Hübner család vállalkozása máshol is folyamatosan bővül. 25-30%-os bevételi emelkedésre számítunk azzal, hogy itt, Magyarországon ezt a beruházást elindítottuk. A nyíregyházi telephely közvetlen szomszédságában lévő iparterületet is megvette 2016-ban a cég, amely további gyártókapacitás bővítésre nyújt lehetőséget.